400 forintos dugódíjjal és autósávok elvételével tervez a kormány, mert a Galvani híd csak így biztosítja a forgalomcsökkentést Budapesten, így a közösségi oldalán a főpolgármester. Gulyás Gergely azonban cáfolta mindezt, mint mondta, a kormány épp hogy ellenzi a dugódíj bevezetését. A témáról Balogh Samuval beszélgetünk. Vendégem tehát Balogh Samu, várostervező, a főpolgármesteri kabinet vezetője. Jó estét kívánok! Jó estét! Kezdjük talán azzal, mielőtt belemegyünk a részletekbe, hogy kacsa vagy nem kacsa a dugódíj, hogy kell-e egy új híd Budapestnek? Mi azt gondoljuk, hogy új átkelők a Dunán mindenképpen kellenek. Délen és északon is hatalmas szakasz van, ahol nem lehet átkelni a Dunán, és ez pedig sok bajt okoz a városnak. Az viszont nem mindegy, hogy melyik hidat és hogyan építjük meg. Az nyilvánvaló, hogy a fővárosnak soha nem a Galvani híd volt a prioritás, soha senkinek. Ez egyedül egy jobból a prioritás, még az olimpiai pályázat miatt, illetve különböző ingatlanfejlesztések miatt. Úgyhogy ebben, hogy ezt hogyan építjük meg, milyen feltételekkel, az nagyon nem mindegy. Előfordulhat-e az, hogyha nem ez az ideális konstrukció, hogy végül is a Galvani híd nem hozza azt az eredményt, amit várnak tőle. Tehát nyilván A pontból B pontba el lehet majd gyorsabban jutni, hogyha lesz ott egy híd, csak leveszi a forgalmat a belvárosról. Hát ettől félünk mi is, mert nekünk ugye egyetlen egy okunk volt arra, hogy a Galvani hídra rábólintsunk. Az pedig az, hogy a belvárosnak a forgalom csillapítása nagyon fontos, és a kormányzat azt állította, hogy a belváros forgalom csillapítása lesz az eredmény ennek a hídnak. De fontos megnézni, hogy mi történt itt csak az elmúlt pár napban. A BFK kiszámolt azt, hogy dugódíjjal együtt mennyit csillapítana a forgalmon a Galvani híd a belvárosban. Fűrjes Balázs ezzel a számmal hakniszta mindig tele a magyar közéletet, hogy mennyire jó a Galvani híd, és már most kiderült, hogy egyrészt Vitézi Dávid pontosította, hogy hát a kormány az csak a hidat adja, dugódíj az a fővárosé, majd Gulyás miniszter úr és Fűrjes Balázs államtitkár úr szintén megerősítették, hogy ők aztán dugódíjat semmiképpen nem támogatják, és nem elég a támogatásuk, mert a törvény tiltja ma a dugódíj bevezetését Budapesten, tehát explicit nekik kell engedélyezniük, nekik kell ezt törvényben engedniük. És ez ugye az a baj, hogy mi egyetlen egy ok miatt bólintottunk rá a Galvani hídra, hogy a belváros forgalomcsillapítása megvalósuljon. De dugódíj nélkül megette a fene az egészet? Így van. Tehát ezt mutatják a számok, hogy a dugódíjjal számoltak, a dugódíj miatt lenne forgalomcsillapítása a belvárosban, és most elmondta a miniszter úr, hogy ők azt semmiképpen nem támogatják. Akkor miről beszélünk? Vagy mi lesz ez a híd? Milyen számok alapján? Milyen hatástanul? Mind szétesett ez az egész háttértörténet. Lehet-e az megoldás, hogy akkor az egészet el kell felejteni? Akkor ne legyen Galvani híd, hiszen a problémát nem oldja meg. Sőt, kérdezek, előfordulhat, hogy súlyosítja a problémát? Tehát a belvárosról nem vesz le forgalmat, de közben a külváros forgalmát tovább növeli. Így van, tehát önmagában egy új út, egy új híd, az több helyet ad az autóknak, tehát több autó lesz. És a Galvani híd kapcsán nagyon fontos tudni a külvárosban, ez elég sok problémát okozna az ott élőknek. Ugye a mérleg másik serpenyőiben az volt, hogy a belvárosban viszont forgalomcsillapítást okoz. Hogyha ez nincsen, mert kijelentik, hogy a saját tanulmányaikat meghazudtolva nem támogatják a dugódíjnak a bevezetését, akkor az a mérleg felbillen, és az értelmét veszíti el a híd. Ez, hogy ezt dugódíjjal támogatták, ezt egyébként önök honnan tudják? Tehát befújt a szél egy tervezetet az ablakon? Vagy? Ez jó kérdés, mert egyébként semmit nem lehet tudni erről a hídról jó szerint. Tehát, hogyha egy sima budapesti állampolgár szeretne valamit kideríteni, akkor nagyon keveset tud. Például azt, hogy mennyibe kerülne. A főpolgármesteri kabinet vezetője, aki egyébként várostervező, nem tud semmit erről az új hírről. Ez elég abszurdul hangzik. Most már tudunk, mert ősszel nagyon sok egyeztetésen húztuk ki harapó fugóval az információkat a BFK-ból. És akkor meg is küldtek anyagokat. Ebből derül ki az, hogy dugódíjat terveztek. Én nem vagyok híve az ilyen leveleknek a nyilvánosságra hozatalára. Ők ezt tagadták? Tehát így van, így van. Szó. Nem tudok más csinálni, de miután ők letagadták ezt, hogy ez így számoltak. Most nyilván a tervezők nem fognak kiállni a sajtó elé, hogy hát de igen, mi valójában ezzel terveztünk. Én kénytelen vagyok elmondani, hogy itt van előttem egy olyan levél, nekem van címezve, aláírva Vitézi Dávid által. Csak a fejlesztést amiben... látom, ez a Budapesti Fejlesztési Központnak a... Így van, amiben leírják, feketén-fehéren, illetve én narancsárgán kiemeltem. Azt a mondatot, hogyha Igen, a belváros forgalomcsillapítása érdekében a modell feltételezte a belvárosi behajtási díj bevezetését. Ezen felül a belvárosi hidak közúti kapacitásának 70%-ra csökkentését, tehát 30%-ra való csökkenését, és különböző közösségi közlekedési fejlesztéseket, aláírás Vitézi Dávid. És ezzel nincs is semmi baj. Te bocsánat, még mielőtt elmondják, hogy mi támadjuk a forgalomcsillapítást, nem ezzel van baj. Ezek olyan célok, olyan eszközök, amelyek legitimek.
ha most kiállnánk a budapestiek elé, kormány, főváros, és elmondjuk, hogy ettől lesz jobb Budapesten, hajrá, készen állunk, csak ehhez képest a Fűrjes államtitkár úr és Gulyás miniszter úr megcáfolták, hogy szó sincsen az egészről. Halkan lehet, hogy nem is tudtak róla? Tehát, hogy a szakmai szinten ezt tudták a politikai. Mondja, ez nem arról szól, hogy hát a dugódíj, azt tudom, hogy egyébként nem tartják ördögtől valónak, de hát, hogy valószínűleg egy rémesen hálátlan dolog. Tehát ezt valakinek el kell lapátolnia. Most betervezette egy hidat a kormány úgy, hogy mellé volt téve a dugódíj, és most azt mondják, hogy na jó, de ezt a budapestiek tolkán tessék letolni. Erről szól a történet? Hát valószínűleg erről szól, csak ugye a főváros ebben legyen rossz fej a főváros vezetése? Ugye ezt látjuk, hogy mindenben próbálják a főváros vezetését rossz pozícióba hozni, akár pénzügyi hát kérelmezzék a kormánytól szépen, hogy engedélyezze a dugódíj bevezetését, és akkor a kormány lehet, hogy duzzogva hozzájárul hát a dugódíjhoz. Csak most elmondta egy miniszter is, és egy államtitkár is, akik minden bizonnyal komolyan vehető emberek, hogy ők ezt nem támogatják. Innentől kezdve én bízom benne, hogy, hogy elárulják, hogy akkor mire alapozzák a hídnak a szállítását. Ön látja a megoldást ebben a történetben, mert őszintén szóval nem. Tehát a sakban szerintem ezt hívják patnak. Hát igen, az őszinte párbeszédnek lenne lehetősége. Tehát álljon ki a kormány, magyarázzák el, hogy akkor mit értünk félre ezen a levélen, itt van leírva. Így lehet innen kijönni, azzal, amit a miniszter elmondott, azzal gyakorlatilag a hídnak a lábait rúgták ki, mert hogy megdőlnek a modellezési számítások, megdőlnek a hatástanulmányok, és én hogy álljak ki, akár szakmai szinten, akár másmilyen pozícióban, hogy ez egy jó fejlesztés. Balogh Samu, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, még nagyon szerettem volna Lánchídról kérdezni, de nem lesz rá időnk, majd egy másik alkalommal. Köszönöm a beszélgetést, önöknek meg a figyelmet, vigyázzanak magukra a hétvégén, és pihenjenek. Minden jót, viszontlátásra!